Volt olyan kidobott karácsonyfa, amelyiken szinte az összes tüllevér rajta volt még. Más társaik csupaszon égtelenkedtek a kukák mellett szexádon. A tolnai megyeszékely szinte minden részén találni már kidobott fenyőfákat. Január 6-át, vagyis vízkeresztet követően ez nem meglepő, hiszen ilyenkor szokás leszedni a díszeket és megválni a fáktól, mondja Szabó Antal a szemétszállítást végző Aliszka Terra Kft. ügyvezető igazgatója. A szolgáltató két alkalommal január 13-án és 27-én indít úgynevezett fenyőjáratot a városban. A vezető hozzátette, ez a két kifejezetten fenyőfák elszállítására kitűzött időpont nem lesz elég arra, hogy begyűjtsék az összes fát. Nagy valószínűséggel később is helyeznek ki, ezt majd a kommunális járatokkal fogjuk begyűjteni és elszállítani. Fontos tudni, hogy a fenyőfák elégetések környezetszennyező, de nem csak ezért nem ajánlott ezzel fűteni. Alapvetően nagyon jól égnek a tűfélék, tehát kifejezetten jó lenne elégetni, de a benne lévő gyanta tartalom miatt kátrányos lesz a tüzelőberendezés belső tere, ami rontja a hatásfokát és tönkre menetelhez vezet. A fenyőfákat aprítás után mi is egy égetőműbe, erre kiképzett speciális égetőműbe égettetjük el. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a kukák környékén helyezzék el a fenyőket, és azokról távolítsák el az üvegdíszeket és a talpat is. A díszek fennhagyása ugyanis baleset veszélyes, és azok eltávolítása többletköltséget költséget okoz a szolgáltatónak. Csak a Tolnai megyeszékhelyen 4-5 ezer karácsonyfát gyűjtenek be januárban.